Megszépült az aluljáró. 21 millió forintból kitakarították, rendbetették, kifestették és kamerarendszerrel látták el a közlekedési csomópontot. Korszerűsítés. Nyilászárókat cseréltek, megújult a csapadékvíz elvezető rendszer és teljesen akadálymentesítették a Pálos Károly központ épületét. Országos könyvtári napok. Kiállítás, előadás, vetélkedő és játszóház is szerepel a szombathelyi könyvtárak jövő heti kínálatában. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Szombathelyen az emberek az egészségügyi fejlesztéseket tartották a legfontosabbnak, azt követően pedig az M86-os főút építését. A kormány ezért tartotta magát ehhez a sorrendhez, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a televíziónknak adott exkluzív interjújában. Villámlátogatásra Szombathelyre érkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök a Városházán megbeszéléseket folytatott Ende Csaba honvédelmi miniszterrel, országgyűlési képviselővel, Puskás Tivadar polgármesterrel, valamint Harangozó Bertalan kormány megbízottal. A kormányfő interjút adott televíziónknak, melyben kitért a Szamária Egyetemi Központban jövőre beindítandó gépészmérnök képzés fontosságára. Ez kulcskérdés a következő négy évnek az egyik legfontosabb kérdése az, hogy képesek leszünk-e elegendő mennyiségű és minőségű munkaerőt képezni Magyarországon, hogy működtetni tudjuk a sikeresen újraiparosított magyar gazdaságot. Tehát ma ez még egy speciális, kicsit furcsának tűnő szombathelyi probléma, de higgyel nekem, hogy 2-3 év múlva ez lesz Magyarország fő kérdése. Orbán Viktor Szombathely elmúlt 4 esztendejét egyértelműen sikertörténetnek minősítette, mely során a fejlesztéseket a város a kormánnyal együttműködve abban a sorrendben valósította meg, amit az itt élők véleménye alapján alakítottak ki. Ebben a városban a legfontosabbnak az egészségügyet és a kórházat tartották az emberek, és második helyre tették a 86-os utat. És a kormány eszerint hozta meg a döntést. Tehát én vállalom minden döntésünket, a felelősséget természetesen, de szeretném világossá tenni, hogy ez végül is egy közös döntés volt. Először a kórház, utána a közút, és minden más csak utána. A miniszterelnök szerint Szombathely akár 10 milliárd forintot is kaphat a Szent Márton terv megvalósítására, Ferenc pápa 2016-os látogatása pedig az eseménysorozat csúcspontja lehet. Orbán Viktor Szombathely látogatását a város főterén zárta, ahol az összegyűltekkel is ismertette azokat a terveket, melyeket az elkövetkezendő 4 évben akarnak megvalósítani a Vasi megyeszékhelyen. Kitakarították, rendbetették, kifestették az aluljárót. A Szent Márton és a Hunyadi utcát összekötő gyalogos közlekedési csomópont felújítására több mint 21 millió forintot költött az önkormányzat. A biztonságosabb közlekedés érdekében építették a Szent Márton és a Hunyadi utcát összekötő aluljárót. Azóta leromlott az állapota, a falakat összefirkálták, a lámpatestek kiégtek, a vendéglátóhelyek bezártak. Az adósságkonszolidáció után az önkormányzat mintegy 500 milliárd forintos út- és járdafelújítási programot hirdetett. Ennek keretében újulhatott most meg az aluljáró. Megújult az aluljáróba a világítás, tehát egy korszerű energiatakarékos világítás került kialakításra, illetve felszerelésre kerültek a kamerák, a kültéri kamerák, illetve a hangosítás. Ez 8 millió forint volt. További 13 millió forintot költöttek a takarításra. Finom szemcsés technológiával a vakolt és a mozaikos felületet is letisztították, festettek, takarítottak és eltüntették a falfirkákat. Péntek délelőtt a művészeti iskola diákjai zenéltek a megújult aluljáróban. A jövőben akár ehhez hasonló programokat is lehet itt szervezni. Az önkormányzat már készíti a terveket arra, hogyan lehetne újra élettel megtölteni az aluljárót. Részben használni kéne, részben valamiféle funkciót kéne adni nekik, és akkor ez az aluljáró azon kívül, hogy egy fontos közlekedési csomópont és biztonságos átkelést biztosít az út két oldala között, azon kívül hát valamiféle olyan térré kell tenni, amely alkalmas lesz arra, hogy esetleg megálljanak itt az emberek. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a kameráknak köszönhetően, vélhetően hosszú ideig tiszta maradhat az aluljáró.
Átadták a Pálos Károly Központ felújított épületét a Domonkos utcában. Az elmúlt 4 évben csaknem 130 millió forintot biztosított az önkormányzat az intézmény külső-belső átalakítására. Nyár elején kezdődtek a korszerűsítési munkálatok, csaknem 16 millió forintból elvégezték a homlokzat szigetelését és színezését, nyilászárókat cseréltek, megújult a csapadékvizelvezető rendszer és a tető, valamint teljesen akadálymentesítették az épületet. Szebb környezet fogadja az itt dolgozókat és az ügyfeleket is. Egy esztétikus, megújult, megszépült környezetbe jöhetnek, és azok is be tudnak jutni az épületbe, akik korábban egészségi állapotuk miatt ezt nehezen vagy egyáltalán nem tudták megtenni, hiszen létrejött egy akadálymentes bejárat. Puskás Tivadar az átadó ünnepségen elmondta, egy társadalom erejét az mutatja, hogyan bánik a rászorultakkal. Szombathely ebben is példát mutat, hiszen jól működik a város szociális ellátórendszere. 2012-től mostanáig csaknem 130 millió forintot költöttek a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Családsegítő Szolgálat fejlesztésére. Ebben nem csak az épület korszerűsítése foglaltatik benne, hanem szakmai újítások is. Amellett, hogy épületbéli megújítások, felújítások történtek, amellett olyan szakmai jellegű munkák, olyan szakmai jellegű fejlődések fordultak elő, mint például a házi segítség nyújtás rendszerének kibővítése, olyan, mint a 80 év felettieknek a segítése. Az épület 1961-től közel 30 éven át óvodaként működött. 1992-ben itt kapott helyet a Szociális Szolgáltató Központ, amely családsegítéssel, idősellátással foglalkozott, de népkonyhát és krízisszállót is magába foglalt. Azóta nem végeztek komolyabb átalakítást az épületen. A mostani felújítással energetikai szempontból is hatékonyabb lesz a fenntartása. Sajtótájékoztatót tartott csütörtök délután az MSZP. A párt helyi székháza előtt tartott eseményen Újhelyi István európai parlamenti képviselő irodáját adták át. A képviselő ezen keresztül segíteni Szombathelyt és Ipkovics Györgyöt, hogy több uniós támogatást szerezzen. Újhely István szombathelyi irodájában fogadó órákat, valamint ezen keresztül napi 24 órás kapcsolatot ígért európai parlamenti irodájával. Elmondta azt is, hogy a következő 7 évben 7000 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatás érkezhet az országba. Minden fejlesztést ebből a pénzből hajtanak végre. A baloldali politikus azt mondta, a Fidesz azokat a városokat részesíteni majd nagyobb uniós támogatásban, ahol kormánypárti politikus lesz a polgármester. Ugyanakkor üdvözölte Lázár János nemrég tett kijelentését, aki úgy fogalmazott, hogy senki ne számítson pártpolitikai alapon történő osztogatásokra. Újhely István hozzátette azt is, hogy a május 5-i kormányrendelet értelmében Szombathelynek a következő 7 évre 13,6 milliárd forintot juttatnak. A politikus szerint azonban ez az összeg csak olyan programok és tervek révén használható majd fel, amelyek minőségi életet ígérnek Szombathelynek. A Petőfi Sándor utcai egykori lánykollégiumban tartotta kampányzáró és értékelő sajtótájékoztatóját a ProSavaria. A kampányidőszakban gazdaságfejlesztési programot fogalmaztak meg és célul tűzték ki, hogy Szombathely egy közel 90 ezer lakosú város legyen. Gazdaságfejlesztés nélkül nincs városfejlesztés, mondta kampányzárójában Molnár Miklós polgármester jelölt. Ehhez a feltételek adottak, többek között hasznosítani lehet a volt szövő, illetve a cipőgyár területét, akár bérlakások, munkásszállás vagy kollégiumként. A ProSavaria tisztán gazdasági szempontok szerint fogalmazta meg programját. Molnár Miklós hangsúlyozta, a gazdaságilag növekvő városban bővülnek a kereskedelmi szolgáltatások is. Példaként a főteret említette, ahol újra benépesülnének az üzletek, ha emelkedne a lakosságszám, amivel megnőhet a fogyasztás is. Molnár Miklós elmondta, kampányuk nem a sárdobálásról szólt. Pozitív üzeneteket próbáltak eljuttatni a város lakosságához. A polgármester jelölt dinamikusan fejlődő várost ígért a következő 10 évre.
Kiállítás, előadás, kézműves foglalkozás, vetélkedő és játszóház is szerepel a hétfőn kezdődő országos könyvtári napok kínálatában Szombathelyen. A rendezvény célja minél több embert vonzani a könyvtárba, megmutatni, mennyi lehetőség rejlik a könyvtári találkozásokban. A magyar lakosságnak mindössze 17% a könyvtári tag. A többieket kívánja megszólítani a könyvtári napok rendezvény sorozata, amelyhez idén Vas megye 36 településén 42 bibliotéka csatlakozott, közel 150 programmal. A Berzsenyi Dániel könyvtárban minden korosztály számára kínálnak elfoglaltságot a gyerekektől az idősebbekig. Azt szeretnénk megmutatni, hogy azon kívül, hogy itt van egy óriási dokumentum vagyon ezekben a könyvtárakban, ennek az összes lehetőségeivel, ezen kívül a könyvtár még egy közösségi hely is. Egy kellemes hely, ahol le lehet ülni, lehet beszélgetni, lehet újságot olvasni. Lesz fotókiállítás, diavetítés, be lehet járni a könyvtárat pincétől a padlásig, szerveznek vetélkedőt, játszóházat is. Tavaly 600 gyermek vett részt a programokon. Idén megismerhetik többek között a vakok és siketek kommunikációját és az internetes közösségi oldalak emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásait. Könyves vasárnapunk, varázslatos vasárnap címmel lesz egy játszóházunk, ahol mesefoglalkozás, papírszínházi előadás várja a gyerekeket, kézműves foglalkozás, illetve a több éves együttműködést megerősítve ringató, bemutató foglalkozáson is részt vehetnek a kismamák, illetve lesz egy családi zenés program is szintén. Újdonság, hogy október 17-én, pénteken délután a könyvtárosok kitelepülnek a Family Centerbe, ahol különböző foglalkozásokkal toborozzák az olvasókat. 19-én vasárnap rendkívüli nyitvatartással várják az olvasókat, és amnestiát kapnak azok, akik visszahozzák a késedelmes könyveket. Az Oladi iskola és az egyetem könyvtára is részt vesz a programban. Bővebb információt az interneten találhatnak az érdeklődők. 600 millió forintos fejlesztést hajtott végre egy balogunyomi családi vállalkozás. A több szombathelyi munkavállalót is foglalkoztató cég így most már közel 70 család számára jelent biztos megélhetést. Üzemcsarnokot épített és gépparkot fejlesztett a csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó balogunyomi Pandan Kft. A sok szombathelyi dolgozót is foglalkoztató cég az új Széchenyi terv keretében valósította meg a beruházást, melyet uniós támogatásból, valamint önerőből vittek véghez. Ez a beruházás azt jelenti, hogy a következő 10 évben európai színvonalon európai termékeket tudunk előállítani a magyar és a külföldi élelmiszeripar számára. Ez a túlélés esélyét növeli. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de biztos, hogy biztos lábakon tudunk a jövő elé nézni. Az átadó ünnepségen részt vett Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő is. A tárcavezető örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a balogunyomi cég a fejlesztésnek köszönhetően újabb 5 család számára jelent biztos megélhetést. Duplájára nő a üzem kapacitása. Ez azt jelenti, hogy az itt dolgozó 70 embernek, akik közül sokan valóban szombathelyek, a fele körülbelül balogunyomi, de Sárvár környékéről is sokan járnak be. Stabil és biztos munkahelye lesz. Ez a legfontosabb dolog a mai világban. Szombathelyen és a Vasi megyeszékhely térségében a munkanélküliségi ráta több évtizedes mélyponton van, ez pedig nem csak a multiknak, hanem az olyan kis és középvállalkozásoknak is köszönhető, mint a balogunyomi cég. Messze az előzetes várakozások felett szerepel eddig a Svitelszki Haladás VS-e élvonalbeli futszál csapata. A szombathelyiek 6 fordulót követően 12 ponttal a tabella második helyén állnak. Új edzővel és több új játékossal vágott neki a 2014-2015-ös szezonnak a Haladás NB1-es futszál csapata. A zöldfehérek remek rajtot vettek, 4-szer győztek, és csupán 2 alkalommal kaptak ki. Akkor is csak a 2 legjobb magyar gárda, a Berettyó Újfalu és a Rába Eto tudta nagy nehezen 2 várra fektetni Marcos Angulo együttesét. Úgy érzem, hogy őszintén erőn felül teljesítettünk, de hát ezzel hál' Istennek nincsen baj, megyünk tovább a megkezdett úton, és reméljük, hogy sikeresen fogjuk tovább folytatni a bajnokságot.
A tavalyi szezonnak a szombathelyi csapat óriási reményekkel vágott neki, de a gárda szereplése nem váltotta be a várakozásokat. Most viszont szolidabb célkitűzésekkel rajtolt az együttes, ennek ellenére 6 fordulót követően a második helyen állnak Gyurcsányiék. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősek lettünk, de itt igazából nem az a lényeg, hogy mennyire vagyunk darabra erősek, hanem mint csapatilag lettünk erősek. Én azt gondolom, hogy teljesen máshogy játszunk, mint tavaly, mert én azt gondolom, hogy minden mérkőzésen a 100%-ot adtuk az elmúlt 6 meccsen. A szombathelyi gárda a pontvadászat 7. fordulójában Dunaújvárosba látogat, ahol a tabella 6. helyén álló Dunaparti együttessel méri össze a tudását. Ha a vasi csapat olyan teljesítményt nyújt, mint az elmúlt időszakban, akkor akár egy újabb győzelem is összejöhet. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!